Halló, srácok, sziasztok! Hello, hello, üdvözlök mindenkit! Pici csúszással, de itt vagyunk. Ugye ha hétfő 10, akkor e-sportóra, és most e-sportórán egy különleges esemény lesz, vagy hát egy különleges órát tartunk, hiszen a kurzus történetében először egy vendégelőadónk lesz itt velünk, illetve vele fogunk beszélgetni. A óra menete úgy lesz, hogy nyilván én kérdéseket teszek föl, válaszolni fog, beszélgetünk, de nyugodtan ti is kérdezzetek itt a chatben, tehát bátran, bármikor ilyen aszinkron módon mehet a dolog. Hogyha éppen tévába vág a kérdés, akkor még meg is válaszoljuk. Egyébként meg a beszélgetés végén nyugodtan külön feltetitek a kérdéseket. Jó? Úgyhogy nyugodtan pöröghetnek a kérdések, nagyon szívesen válaszolunk rá. Jó, és akkor elvileg itt van már velünk a vonalban Szabelja Olivér, már is átkattintom rá, és akkor ti is látni fogjátok. Íme, szervusz Olivér, jó reggelt kívánok! Hát igen, ezzel sokan küzdünk, nekem is ez a fő problémám. Múltkor láttam, hogy... Ó, bocsi. Igen, a hangot így akkor már biztos, hogy hallani is fognak. Bocsi. Most már hallatok mindenki esetleg, vagy? Igen, elvileg most már jónak Na, kell most lenni. Már jó. Jó, okay. Szuper, okay, szuper. Üdvözlök mindenkit még egyszer, most már, hogy hallotok is. Bocsi. Oké, és itt a hajkoronáról volt szó, és ugye pont ez a különleges helyzet van, ugye hogy nyilván ezzel küzdünk mindannyian, viszont azért majd kitérünk rá, hogy a e-sport szempontjából azért ez egy érdekes helyzetet is ad, és ugye ez a interjú lehetőség is azért talán könnyebben létrejön most ebbe a furcsa helyzetbe, mint hogy élőbe is, mint hogyha élőbe kellene ezt tartanunk. Viszont... Hát igen, picit könnyebb. Igen. Ugye, ha jól értesültem, te most Szombathelyen vagy, de fogunk erről is majd beszélgetni. Oké, és szóval... Kezdjük a legelején. Először is nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Bár és a felkérésemet. Megpróbálok bemutatni, csak nagyon röviden, hogy pontosan te ki is vagy, mivel is foglalkozol. Hát igyekszem mindenre kitérni, és hogyha valami pontatlanságot mondok, akkor nyugodtan javíts ki. Na most első körben ugye... Te, mint Szabella Olivér, a Healthy Gamerként is tevékenykedsz, ugye így próbálod nevelni a gamer társadalmat egy kicsit az egészséges életmód felé, megmutatni azt, hogy bizony egészségesen is lehet gaming tevékenységet kifejteni. Ez az egyik. Másik, amit mindenképp mondok, hogy 2018-ban ugye te voltál az, aki megalapította a Spirit eSportsot. Akkor még ugye egy Rainbow Six Siege csapatként, azóta ugye bővült, erre is hamarosan ki fogunk térni, és ez a Spirit eSports csapat 2020 óta az Illés Akadémia, hát mondjuk úgy, hogy színeiben tevékenykedik. És te ott fejtesz ki ugye e-sport menedzser tevékenységet, hogyha jól értesültem, jól tudom. Abszolút, mindig jól értesült. Na most, amit még itt mondanék, hogy ugye a Testnevelési Egyetemen folytattál sportmenedzser szakon tanulmányokat. Ha jól tudom, BSC is, MSC is, tehát ez ugye a teljes csomag végigment, úgymond. Így van. Oké, és emellett a Magyar E-sport Szövetségben, vagy hogy röviden mondjuk a HUNESZ-ben vagy projektmenedzser, illetve az edukáció vonalán tevékenykedsz. És okay, és a HUNESZ Berkeim belül tavaly te voltál a V4 Future Sports Conference szervezője, vagy főszervezője?
Ebben Stimmel. nem vagyok pontosan biztos, rendben van, Én voltam a szuper. szakmai főszervezője, ugye nyilván más rész is volt, volt technika, stb. Stb., de a szakmai részért én feleltem, igen. Oké, szuper. Hát azért azt rögtön látjuk, hogy sok fronton támadsz így az e-sportban, tehát nagyon sok tevékenységet fejtesz ki. Van-e, amit Igyekszem. esetleg kihagytam? Annyit, hogy játékosként is aktív vagyok, tehát... Ó, persze, tényleg, bocsánat, igen, a Rainbow Six Siege játékban Casanova néven tevékenykedsz, Így van, így van, így van. és nyilván így a Spirits eSportsba is még játszol aktívan. Így van, még öreg motorosként, de játszom, Oké, igen. oké, oké, rendben. Na most, ugye, hogyan is nézne ki ez az interjú, hogyan is épülne föl? Ugye nálunk itt az egyetemen az e-sport kurzus, maga az e-sport tantárgy 4 fő részből épül fel. Ugye egyrészt játék, másrészt elemzés, harmadrészt szervezés, negyedrészt pedig programozás. Na most itt a negyedik részről ugye nem nagyon fogunk most szót ejteni, mert nyilván te programozóként nem tevékenykedsz. Ugye azért van nálunk ez a blokk, mert ugye a programtervező informatikus hallgatóknak felvehető ez a tárgy, tehát ez egy ilyen kötelezően választható tárgy, vagy nem is tudom pontosan. És nyilván akkor nekik programozásról is szót kell ejteni, viszont te mint játékos, te mint szervező és te mint elemző mindenképpen a kurzus szkópjába tartozol, tehát mindenképpen tudsz érdekeseket mondani és első kézből beszélni az e-sportról. Szóval haladjunk is úgy szépen sorba. Először a csapat kapcsán lennének kérdéseim, illetve a csapat kapcsán lennének érdekes dolgok. Hogyan áll most az Illés Spirit eSports? Remélem jól mondom a nevét. Illés Akadémia Spirit, de majdnem. Illés Akadémia Spirit, oké, bocsánat. Igen, igen, így a hivatalos megnevezés, de tök mindegy. Illés Spiritnek is szoktak minket nevezni, vagy Spiritnek, vagy Illésnek, teljesen mindegy. Igazából már maga a névválasztás is elég nehéz volt az egyesülés során, de ez lett végül belőle. Hát, hogy állunk? Ugye van nekünk igazából három szakosztályunk, úgymond. Van egy FIFA csapatunk, ami ugye egy Xbox, meg egy PS4 játékosból áll, van egy LOL csapatunk, illetve van egy Rainbow Six csapatunk. Ugye a LOL része a Magyar Nemzeti Esport Bajnokságon az úgy néz ki, hogy már vége az alapszakasznak, és megvannak azok a bejutott csapatok, akik a rájátszásban fognak ugye versenyezni a döntőbe jutásért. Itt a csapatunk az 5. helyen van most jelenleg, a rájátszás elkezdése előtt, úgyhogy várják az első ellenfelüket, akik a KMK eSports lesz. Ez a rájátszás egyébként ezen a héten fog zajlani. A Rainbow Six csapatunk pedig úgy néz ki, hogy nagyon szoros a középmezőny, és hétvégén sajnos kikaptak a Nevermore Gaming ellen, ami azt jelenti, hogy 7 ponttal a 7. helyre csúsztak, és ugye van előttük 3 darab 8 pontos csapat is, úgyhogy ez most pont egy 6 pontos mérkőzés lett volna, úgymond idézőjelben, de sajnos elvesztették a srácok, úgyhogy jelenleg 7. helyen vannak, viszont a bajnokság az még csak a felénél jár, tehát nem úgy van, mint a LOL-ban, úgyhogy még van még egyszer ennyi része a bajnokságnak, ami elég lehet talán ahhoz, hogy beverkedje magát a csapat a rájátszásba, ami ugye a top 6. Úgyhogy így állnak a srácok. Ja, igen, és hát a fifások pedig elég jól menetelnek a Hunes Masters bajnokságában. Benne vannak mindkét platformon a top 16-ban, úgyhogy indulnak az 1 millió forintos díjazásért majd. Értem. Nyilván a Magyar Nemzeti E-sport bajnokság csak egy liga. Nyilván gondolom számotokra ez a legfontosabb bajnokság, ami jelenleg így elérhető és tényleg közel van. Milyen egyéb tornákon szoktatok még indulni? Milyen egyéb versenyeken vesztek még részt? Akár gyakorlás, akár kicsit komolyabb versenyszinten. Mindenképpen megpróbálunk mindig nemzetközi versenyekre is menni, például a Rainbow Six csapattal szoktunk mindenképpen menni Go For versenyekre, meg Challenger League kvalifikációra. Nyilván a Challenger League quali az egy olyan
verseny, ami már nagyon-nagyon komoly, és ott általában fizetett játékosok, fizetett csapatok indulnak. Mi úgy megyünk el oda, hogy jó scrim partnereket találunk ott igazából, és minél jobb eredményt próbálunk meg elérni. Van, amikor sikerül, nyilván van, amikor nem, azért az már egy másik liga. A GoForra meg egyértelműen úgy megyünk, hogy szeretnénk döntőbe jutni. Ott eddig a legjobb eredményünk az egy ötödik hely volt egyébként, ez pont egy hónapja volt talán. Az egy elég jó nemzetközi eredmény, a GoForra megy talán a legtöbb nemzetközi csapat, aki így a Challenger League előtt áll, úgyhogy ez egész jó. A lolosok, ők pedig ugyanúgy ISL-en van egy-két olyan verseny, amire így ilyen open qualis verseny, amire tudnak nevezni, oda szoktak néha menni, de náluk is az első prió azért az inkább az MNAP. Na most, aki esetleg nem tudna, ez a GoFor, ez fogalmazhatunk-e úgy, hogy egy ilyen félprofi és egy nyílt, teljesen nyílt verseny. Jól mondom ezt így? Igen, ez egy teljesen nyílt verseny, tehát bárki nevezhet rá, de olyan szintű játékosok mennek oda igazából úgymond számukra fanolni, mondjuk így, akik egyébként az egész játékszférának a profiai. Tehát nem tudom, hogy Rainbow Six-et hányan ismerik, hányan nem ismerik, de például van egy olyan nevű játékos, hogy Pengu, ő állítólag a legjobb Rainbow Six játékos a világon. Na például ő szokott indulni a csapatával ezen a versenyen, általában ők szokták megnyerni nyilván ezt a versenyt, de elég kiélezett versenyeket, meg kiélezett meccseket hoz, és aki egy ilyen GoFor nevezetű, hát igazából félprofi liga, jól mondtad, azt megnyeri, azért az már elég sok figyelmet tud magáinak tud. Oké, és ugye nyilván mi beszéltünk itt erről a kurzusban korábban, hogy vannak ilyen nyílt versenyek, illetve zárt versenyek, ahova kvalifikálni kell. Na most nyilván az MNLB-nek is volt egy ilyen része, volt egy ilyen selejtezős része, úgymond. Na most én a második szezont, ami éppen most fut, már nem tudtam olyan nagyon közelről figyelemmel kísérni. Hogyan zajlott jelenleg ennek a második évadnak a selejtezője? Voltak-e bennmaradó csapatok, voltak-e olyan csapatok, akik az előző szezon után kiestek esetleg, és újra kellett kvalifikálni? Hogyan zajlott most ez a második évad? Ez úgy zajlott igazából, egy kicsit, hogy is mondjam, picit profibb lett azért a bajnokság, mint tavaly. Tavaly ez inkább úgy zajlott, hogy ugyanúgy, mint egy GoForon volt egy nyílt quali, és akkor az első 8 csapat bejut. És akkor ez kicsit olyan volt, hogy hát jó, igazából a legjobb 8 csapat Magyarországon bejutott, és utána, miután ben voltak a csapatok, csak így arról volt szó, hogy jó, hát akkor vannak hétvégén meccsek, de nem ez volt a prioritás a csapatoknak, tudod, és akkor az lett ebből, hogy akkor toljuk ide a meccseket, toljuk oda a meccseket, ne akkor legyen, stb. Viszont idén minden csapat életében ez már egy betervezett dolog. Tehát nincs olyan, hogy elrakom a mérkőzésemet, mert én tudom, hogy akkor van, a játékosaim erre készülnek egy hétig, stb. Tehát kicsit megfordultak a dolgok idén, és hogy igazából a kérdésedre is válaszoljak, úgy nézett ki, hogy azok a csapatok, akiknél legalább 3 ember megmaradt, tehát összeállt 3 ember, és a top 6-ba is maradtak az előző szezonról, azok meg... Tehát, hogy is mondjam, megtartották a saját spotjukat, tehát bennmaradtak a bajnokságban. Aki a 6 után végzett, tehát az utolsó 2 lett, vagy a játékosai nem maradtak együtt, azok sajnos hát újra kellett, hogy kvalifikálják magukat. És ezért volt az, hogy például a PLG, ő ugye tavaly elég jó helyezést ért el, viszont teljesen kicserélte az egész line-upját, úgyhogy teljesen újra kellett kvalifikálnia. Vagy ezért volt az, hogy ugye a Rift lett a második, még a Strike-ékkal, és ő egy profi magyar játékos, és ugye a Riftről már nem nagyon hallani, hiszen az egész Riftes line-upot úgymond felvásárolta a Salamander, és most meg már Salamander van az MNLB-n. Na most, jó, hogy mondod itt a csapatok, hogy kicserélődés, forgás, hány játékos. Hogyan néz most ez ki az MNLB-nél, hogy milyen szervezési szintet, milyen szervezettségi szintet várnak el a csapatoktól. Itt arra gondolok, hogy kell-e szerződnie a játékosnak a csapattal, kell-e, hogy legyen mögötte valamilyen jogi személyiség.
milyen időtartamra kell, hogy szóljon ez a szerződés, hogyha van. Hogyan néz ez most ki? Olyan megkötés nincsen a bajnokság oldaláról, hogy maguk a csapatok a játékosaikat milyen feltételek mellett szerződtessék, vagy egyáltalán szerződtessék, ilyen megkötés egyelőre nincsen. Olyan kezdeményezés van a szövetség oldaláról, meg a bajnokság oldaláról, hogy jó lenne, ha minden csapat már jogi személyiséggel rendelkezne, hiszen úgy lehet igazából profi egy bajnokság, hogyha a csapataival van szerződése, és nem random játékosokkal úgymond, és nyilván csak akkor lehet csapatokkal szerződéset, hogyha jogi személyiséggel rendelkezik az a csapat nyilván. Úgyhogy az a törekvés most, hogy minden csapat, aki az MNB-ben szerepel, az már jogi személyiséggel rendelkezzen. Úgyhogy ez egy ilyen fontos lépcső, csak ugye nyilván nem lehet egyik pillanatra a másikra, hogy neked van jogi személyiséged, te jöhetsz, neked nincs, te meg nem jöhetsz, hiába jutottál be a kvalifikációba. Szóval persze, így... persze, persze. Igen, igen. Hát lépésenként kell haladni. Ugye nyilván az LEC az mondjuk LOL esetében adhat egy támpontot, akár, igen. Akár adhat, igen. De nyilván azért az LEC nem tavaly indult, ugye az MNLB-nek ugye tavaly volt az első szezonja, pontosabban tavaly volt az, amikor már a főtáblás meccsek mentek tavasszal, hogyha jól emlékszem, és talán igen. tavaly ősszel zajlottak a, vagy tavaly előtt ősszel zajlottak ugye tavaly előtt, a így van, kvalifikációk. Így van, így Igen, van. igen, azt még tudtam test közelből is figyelemmel kísérni. Mi az, ami még kellhet, hogy nem biztos, hogy ez a kérdés itt most még aktuális, meg érdekes lehet, hogy mi kell ahhoz, hogy akár olyan szervezettségi szintre is el tudjunk jutni, mint az LEC. Nyilván most itt nem nézettségre gondolok, meg nem arra, hogy milyen production, meg szervezés van mögötte, hanem tényleg csak az, hogy a csapatok tényleg sokkal szorosabbak legyenek, akár jogi értelemben, akár működésükben. Mi kellhet ehhez? Fú, hát nagyon sok minden. Az első, az nagyon sok pénz. Erre majd kitérek nyilván. A másik, ami nem így piaci oldal, az egy olyan jogi háttér, ami bebiztosítja mind a csapatok, mind a játékosoknak a pozícióját. Mert jelen pillanatban nagyon-nagyon sokat gyengít az, hogy a játékosok mondjuk hétfőn játszanak a Riftben, aztán kedden már a Salamanderbe játszanak, mert a Salamander 1 forinttal többet adott nekik. Tehát ez például nyilván nekem nem tisztem védeni a Riftet, nekem semmi a Rift, meg minden, de azért mégiscsak elértek egy második helyet a Magyar Nemzeti Esport Bajnokságon, és azóta sehol sincsenek, mindezt azért, mert sehogyan sem voltak se ők, se a játékosok védve, hogy ez megtörténhessen, hogy valaki hétfőről kedre azt mondja, hogy most már akkor 2 forintot kapsz, és cserében állam játszol. Tehát egy olyan jogi rendszer kell, ami például megakadályozza azt, hogy szezonon belül, meg akár 2 szezon között is ingyen, vagy bárhogyan átmenjen az egyik játékos a másik csapatba az egyikből. Nyilván ez ugye megakadályozza az átigazolási piacot, de az átigazolási piac is egy olyan rész, amit kontrollálni kell. Tehát például ingyen én nem adhatom oda a játékosomat, akit én neveltem ki, mert ez nekem óriási pénzügyi veszteség. Tehát hogyha el akarod igazolni a játékosomat, akkor igenis fizess ki az ő díját, majd utána, hogy én őt tudjam pótolni. És utána megint termelhessek játékosokat. Különben nem ér semmit ez az egész, és értéktelenek lesznek a játékosok, és a csapatok is. Nem beszélve nyilván a csapatok spotjairól a bajnokságban. Tehát ez az egyik dolog, a jogi háttér. Ja igen, a másik ugye, a jogi háttérhez pedig az kell, hogy elfogadjuk, hogy az e-sport az hivatalosan is sport. Mert például ugye van nekünk egy olyanunk, hogy sporttörvény, abban van olyan, hogy szövetségi feltétel, meg bajnoksági feltétel, stb. Stb. És például van egy szövetségünk, ami hiába teljesíti a szövetséghez kellő feltételeket, hogyha egyébként nem fogadjuk el, mint sport, ami miatt ugye magas sporttörvény sem vonatkozik rá. Tehát úgy nagyon nehéz jogi hátteret fölépíteni rá, hogy semmilyen hivatalos elfogadottsága nincs, úgymond. Értem, értem. Na most te mint a csapatod menedzsere, vagy tulajdonosa, vagy nem is tudom, hogy hogyan fogalmazzak. Nyilván az, hogy ugye az Illés Akadémia
berkein belül tudod végezni ezt a tevékenységet, ez adhat valamilyen keretet. Na most hogyan nézett ki azelőtt, hogy ez az úgymond idézőjes integráció megtörtént, és hogyan néz ki azóta? Tehát ez, amiről beszéltünk, hogy ugye a csapat és a játékosok, hogy milyen jogi kapcsolatban állnak, van-e esetleg szerződés, milyen jellegű ez a szerződés. Nyilván csak azokra tér ki, amiről beszélhetsz, tehát hogyha bármilyen ilyen ipari titok van, vagy ilyesmi, akkor az nyilván nem. Csak azért kérdezem, mert mi korábban itt az órán beszélgettünk ilyen amatőr és professzionális e-sportolói szerződésekről. Nyilván én a korábbiakat, még a Delcus szerződést villantottam föl, illetve egy ilyen profi e-sportolói szerződés mintát, ami nem is feltétlenül sporttörvénynek megfelelő, hanem csak inkább ilyen általános. Szóval akkor a kérdésem arra vonatkozna, hogy te hogyan tudod menedzselni ezt, hogyan működik nálatok ez, a játékosok mennyire nyitottak erre, mennyire van fogadókészség a részükről, illetve a csapat oldaláról most akár csak a Spiritet nézzük, akár az Illés Akadémiát, ők hogyan viszonyulnak ehhez a dologhoz? Hát eddig ugye úgy nézett ki ez a dolog, legelső évben úgy nézett ki a dolog, hogy senki sem játszott szerződéssel nálunk. Úgy volt igazából, hogy nagyon, hát hogy is mondjam, gyakran cserélődtek a játékosok. Volt egy alap ember mag, velük játszottunk, de azért ők sem voltak kötve szerződéssel, meg jöttek, mentek igazából a játékosok. Majd utána a második évben, miután bejutottunk a Magyar Nemzeti Esportbajnokságba, ott már szerződéssel kötöttem a játékosokat. Nyilván ez úgy volt szerződés, hogy igazából egy szóbeli megegyezésnek a leírása, tehát nem volt semmilyen jogi háttere ennek, nem volt egyesület, nem volt semmi, és mégis leírtuk azt, hogy erre a bajnokságra mi együtt maradunk, és hogyha valaki mondjuk megszegi ezt a leírott szabályzatot, akkor lesznek szankciók nyilván, de semmilyen, tehát még egyszer mondom, semmilyen jogi háttér nem volt emögött, mégis egy ilyen úgymond leírt szerződéssel, leírt szóbeli megegyezéssel dolgoztunk, és miután ugye áttértünk, vagy átjöttünk az Illés Akadémiához, vagy felvásároltak minket, vagy leigazoltak minket, vagy teljesen mindegy, hogy mondom, azóta teljesen más a dolog, mert nyilván hivatalosan az Egyesülethez vagyunk leszerződtetve, az Egyesületnek a kuratóriumi elnöke írta alá, le van írva, hogy az Egyesület mit biztosít a játékosok számára, illetve a játékosok mit biztosítanak cserébe az Egyesületnek. Tehát igazából itt már egy amatőr sportolói szerződésről beszélnénk, hogyha hivatalosan sportról beszélhetnénk, de igazából itt most már, vagyis most csak szerintem tagi jogviszonyról beszélhetünk így. Tehát akkor, ha jól értem, akkor jelenleg ugye a játékosok azok a Illés Akadémiának a tagjai. Hogyha, így van. Ha jól értem. Így van. Oké, és milyen viszonya van a játékosoknak ehhez? Tehát ők hogyan gondolkodnak erről, hogy aggódnak-e esetleg, hogy mondjuk alá kell írni egy fél éves vagy egy éves szerződést, hogy esetleg látsz ebben te problémát? Az én játékosaimnál abszolút nem. Ők, ha mondhatom így, lehet, hogy kicsit csúnyán hangzik, ők úgy vannak nevelve, hogy akkor vehetik komolyan ezt az egészet, meg én is akkor vehetem komolyan feléjük ezt az egészet, hogyha van egy papír, ami mindkét oldalt köti. És én úgy látom, hogy ez nagyon pozitív az ő oldalukról is, mert ők is egy biztonságot látnak ebben, hogy nem lesz az, hogy jó, akkor most holnap valaki jobban lőtt egy hétvégi versenyen, és akkor most őt fogom leigazolni a helyére. Ez így feléjük is egy kicsit egy ilyen biztonságot mutat, és felém is ugye, mert nekem is nagyon fontos az, hogyha ők tőlem kapnak valamit, vagy megbeszéljük, hogy lesz egy verseny, vagy ott van ez a hosszú bajnokság, akkor én számíthatok rájuk, hogy nem fogja azt mondani az egyik, csak azért, mert rossz kedve van, hogy hát bocs, ide a hétvégi mérkőzésre nem megyek, mert ott van ez a szerződés, amit ő aláírt, és amiben nyilatkozik arról, hogy de igenis menni fog a mérkőzésre, hogyha az Egyesület azt szeretné tőle. Tehát igazából én az elején, még nagyon az elején, 2 évvel ezelőtt talán kicsit aggódtam amiatt, hogy a játékosaim ezt aláírják-e, vagy nem,
de azóta már ezzel abszolút nincsen kérdés, tehát ez egy teljesen természetes dolog nekik, hogyha egy profi orgban játszanak, akkor az első dolog az az, hogy aláírják a szerződést. Beszéltél a neveltetésről, még ha csak így idézőjelbe is. Erre már is kitérünk, én csak még egy megjegyzést fűznék ehhez, hogy annól én is ezt tapasztaltam, hogy nem hogy aggódtak, hogy aláírják a szerződést, hanem a legtöbb játékos tényleg örömmel és büszkén írta alá ezt a Így van. szerződést. Tehát tényleg az, hogy majd, hogy nem tényleg örültek annak, hogy nem egy ilyen totál random csapatba játszanak, hanem van valami kis viszony, valami kis kötődés. És szerintem, amit előbb is említettél, hogy ugye az e-sport sportba integrálása, ez ilyen értelemben segíthet is ezen, hogy ugye azért nyilván avval mindenki tisztában van, hogy a profi sportolók a csapatukhoz nyilván sok-sok éves szerződést is köthetnek, tehát minimum egy év, de inkább hosszabb szerződéseket, és nyilván ez adhat egy mintát is akár a fiataloknak is, hogy ez működhet így is, tehát van mögötte egy csapat, akivel mindig együtt játszhat, tényleg mindig ott vannak és számíthat erre, és nem az van, hogy tényleg, ahogy mondtad is az elején, hogy 2 forintért eligazol a csapattársa, mert hogyha én hiába vagyok ott, és megvan úgymond ez a idézőjeles klubhűség, hogyha 2 csapattársam hip-hop kiesik el egy más csapathoz, az nagyon rossz tud lenni. Így van, így van. Oké. Foglalkoztam egy csapatok nap, mint nap Magyarországon. Hát igen. Jó, na, említetted a neveltetést, és talán az elején ezt nem mondtam, hogy te korábban dolgoztál a Savas Budapestben is. Nem tudom, hogy ez most, gondolom ez most akkor, hogy Szombathelyen vagy már nem aktuális. Nem, abszolút már nem. Viszont csak egy pár tapasztalatot, hogy ugye volt szó azért órán a neveltetésről, illetve az e-sportolók neveléséről is, hogy ugye nyilván azért a legtöbb játékos nem feltétlenül van arra kihegyezve, még most főleg a 20 plusz éves korosztály, hogy mit jelent egy csapatban játszani, és ugye, amit említettünk, klubhűség, ugye sokszor nálunk is azért ez gondot okozott. Hogy láttál te ott akkor, ugye nyilván ott fiatalabbakkal is dolgoztál, láttad te ott akkor azt, hogy ez működhet, és igenis nevelhetjük arra a fiatalabb generációt, hogy csapatszinten gondolkodjon? Igen, de nem egyszerű. Tehát igazából ezek a fiatalok, leginkább fiatalabbakkal dolgoztam egyébként, ilyen 12-től 16 éves korig, és náluk, főleg azoknál a gyerekeknél, akiknek a szülei befizetik őket egy privát iskolába, ahol e-sporttal foglalkozhatnak, ezek a gyerekek úgy gondolkoznak, egy óriási támogatást éreznek nyilván a hátuk mögött, hiszen még a szüleik is támogatják ezt a egyébként a társadalom által annyira nem elfogadott dolgot, hogy oké, akkor én itt vagyok, akkor én biztos, hogy nagyon jó vagyok, és akkor mindig egy olyan csapatot kell találnom, ahol minél többet adnak nekem. Tehát, hogy nem az az első gondolatuk, hogy oké, akkor most bekerülök egy csapatba, és akkor megpróbálok valamit letenni az asztalra, hogy utána én ebből esetleg megélhessek, vagy esetleg egy olyan szintre kerüljek, ahol már pénzt tudok belőle keresni. Nem a munka az első gondolatuk, hogy én most akkor keményen bele fogom tenni a gyakorlást, az órákat, stb., hanem azzal, amiük van, azzal, melyik az a csapat, ahol mondjuk 1 forinttal többet tudnak kapni. És nyilván itt nem forintokról beszélek, mert olyan szinten még senki nem ad pénzt senkinek, hanem mondjuk lehet, hogy kapnak egy mezt. És akkor amelyik csapatnak menőbb a meze, akkor oda megyek. Sőt, úgy, hogy akár hétfőről kedre az egyik csapatból átigazoltam a másikba. Tehát ez volt az általános gondolkozás abban a korban, de aztán egy kicsit, hát nem tudom, megpróbáltam elmagyarázni nekik, hogy srácok, ez annyira nem így működik, mert van az a része a magyar e-sport csapatozásnak, ami ez a nagyon gyerekcipőben járok, hogy összeállok, és akkor kiírom a Rainbow Six Hungary csoportba, hogy na, akkor most alakult egy csapat, és hogy szeretnénk együtt nagyon sok sikert elérni, és ez a csapat 2 nap múlva nem működik. És ebből van 100. Tehát látsz 100 olyan csapatkeresést, hogy jó, menő logó, meg gyeretek,
játszunk meg minden, de hiányzik az a felnőttes gondolkozás, ami együtt tart egy csapatot, és ebből nagyon-nagyon sok van, és ezt próbáltam átadni a fiataloknak, hogy elsőre nem azt kell nézni, hogy hú, most nagyon menő logó, meg fú, menő kinézet, meg mit tudom én, hanem az, hogy tök mindegy, hogy te most milyen menő csapatban vagy, a lényeg az, hogy hosszú távon kell gondolkozni. Bele kell tenned azt a munkát, amiből majd fel tudsz építeni egy karriert. És egy idő után azért egy-két srác ezt felfogta. És mondjuk az egyik srác például pont nálunk is játszik a magyar bajnokságban. Tehát akkor még azért van teendő. Ugye én itt szoktam mindig azt mondani, hogy mit lehet ugye a sporttól tanulni. Nyilván te jártál a testnevelési egyetemre, tehát te ezt azért jobban el tudod mondani, hogy nyilván ott azért kisgyerekkorban elkezdenek foglalkozni egy játékossal. Igazából még ha a tehetsége csak valamelyest látszódik is, és akkor ott hát fogalmazunk úgy, hogy drákói szigorral elkezdik nevelni a játékost, és nyilván mutatják az utat is neki, hogy mi kell ahhoz, hogy a legmagasabb szinten tudjon játszani és versenyezni. Most teljesen mindegy, hogy milyen sportról beszélünk, hogy a tenisz, vagy a kajakkenu, vagy a labdarúgás, hogy ott tényleg ami látszik, hogy nyilván ott az edző szava szent, nyilván menni kell edzésre, napi sok-sok órát el kell tölteni, akár a játékkal, akár magával a taktika tanulásával, az erőnléttel, stb. Na most ezt el lehet elesni a sporttól, hogy akár az edzők, akár a úgymond idézős kiszolgáló személyzet működése, hogy tényleg ez szolgálja, hogy komoly profi e-sportjátékosokat neveljünk ki. Azért nehéz egy picit ez a dolog, mert amíg a sportnak a társadalmi elfogadottsága 100%, addig az e-sportnak mondjuk 30, és ezért nagyon nehéz úgy komolyan venni valamit, nagyon durván, hogy ráteszed az egész életed, hogy minden harmadik ember, aki szembe jön az utcán, azt mondja, hogy jaj, fiam, Istenem, mikor nősz fel ezt a hülyeséget, amit csinálsz, ezt már fejezd be. És ezt azért mondom, mert én is ezzel találkoztam. Tehát én egész életemben, amíg el nem kezdtem dolgozni úgy, hogy ténylegesen pénzt keresek az e-sportból, egész életemben azzal küzdöttem anyukámmal, apukámmal, nagyszüleimmel, barátaimmal, hogy amit csinálok, az hülyeség. És így képzeljétek el azt, hogy így csinálsz valamit, tehát izomból, mindent erre teszel rá, ezzel éjjel-nappal, ezzel kelsz, ezzel fekszel, és közben mindenki azt mondja, hogy jó, fiam, inkább legyél pék, de amit csinálsz, biztos, hogy ilyen halsz. És akkor ott a sport, amiben ha még rossz is vagy, de mondjuk mozogsz, elmész futni, akkor a anyukád meg a nagymamád így meg fogja csinálni, hogy jó van, kisfiam, ügyes vagy, sportoltál, nagyon jó. Tehát ez így kicsit nehéz a kettőt egymás mellé rakni, de nagyon-nagyon szeretném, hogy úgy átalakulna a gondolkodásmód, hogy mindenki fejében az e-sport az egy valid karrier lehetőség lehet. Én ezt szajkózom már 3-4 éve, hogy egyébként ez egy valid karrier lehetőség, csak tudatosan kell benne evickelni, mert nagyon-nagyon sok területe van, nem lesz mondjuk 100 játékosból 100 profi e-sportoló, viszont 100 játékosból 100 el tud helyezkedni az e-sporthoz közel. Lehet grafikus, lehet kommentátor, lehet bárki, de ahhoz célzottan kell gondolkodnia, célzottan kell irányítani a saját tanulmányait, meg a saját életét. A másik dolog az, hogy amíg sporton belül már rengeteg olyan ember van, aki letett az asztalra, és akinek úgymond a szava az tényleg szent lehet. De itt e-sporton belül, főleg magyar szférán belül, nem nagyon tudok mondani neked olyan edzőt, aki azért lett tekintélyes edző, mert nagyon sokat letett az asztalra. Tehát ilyet például nem nagyon tudok mondani. És akkor jön egy random srác, aki azt mondja, hogy hát srácok, én nagyon jó edző vagyok, legyen az én szavam szent, az így lehet, hogy ideig, óráig működik, de ha tényleg nem lesz semmi lerakva az asztalra, akkor ez olyan, mintha én azt mondanám, hogy srácok, én iszonyat jó programozó vagyok, gyertek, majd akkor megcsináljuk, hogy kell egy új játékot programozni. Tehát ez kicsit így nehéz szitu. Még szerintem ehhez gyerekcipőben jár az e-sport. Igen, itt legalábbis mindenképpen, hát nem tudom, hogy hogyan néz ez ki mondjuk Koreában, vagy mondjuk hát Nyugat-Európában is azért sok országot lehetne mondani.
nyilván ott ők jóval előrébb járnak. Tehát nyilván egy Koreában mondjuk 20 évvel hamarabb indult el az egész dolog. Most csak Így van. durva becslést mondok. Kóra az mondjuk pont egy kiugró dolog, de ha már Nyugat-Európát mondod, az is teljesen jó példa. Ott is sokkal erőlébb vannak, pedig csak felfogásban más a dolog. Tehát ott azt gondolják az emberek, hogy igen, ebből meg lehet élni. Jó, nyilván nagyobb a piac, meg több ember él már meg belőle, mint itthon, de ettől függetlenül abszolút máshogy gondolkoznak. Tehát amikor én például Barcelonában éltem, és azt mondtam az embereknek, hogy e-sporttal foglalkozom, 10-ből 10 ember tudta, hogy mi az. Hogy egyáltalán, hogy mi az. Itt meg itthon nem így van. Úgyhogy ez kicsit igen, nehéz. Igen. Rendben van. Szóval akkor a csapat az működik, üzemel, nyomjátok az MNLB-t, és egyéb versenyeket is. Jó, lépjünk egy kicsit más vizekre. Ugye te, mint Healthy Gamer is tevékenykedsz, illetve úgymond idézőjelben hirdeted az igét, hogy igenis lehet ezt egészségesen csinálni. Hogyan is néz ki ez a te tevékenységed? Ugye van egy YouTube csatornád, van egy Facebook oldalad, ahol mindig megmutatod, hogy akár most is ebben az időszakban, hogy otthon is hogyan lehet a testmozgást, a testfejlesztést csinálni, hogy egészségesek maradjunk. Én egyszer megpróbáltam így végigcsinálni egy ilyen, mert nem is tudom, hogy pontosan melyik gyakorlatsor volt, hát nyilván én azért nem vagyok olyan fizikai állapotban, mint te, de ami itt ugye érdekes lehet, hogy nyilván az e-sportolók és a gamerek, azért a legtöbb hallgató, aki itt van most a chatben, illetve néző is meg tudja erősíteni, hogy nincs olyan nagy különbség ebből a szempontból, hogy valaki e-sportoló vagy programozó. Ugye legtöbben PT is hallgatók vannak itt, tehát programtervező informatikusok, és nyilván nekik is akár a profi e-sportolóknak mondjuk napi 8 órát kell a gép előtt ülni, de inkább 9-et vagy 10-et, és nyilván ez a testre nagyon rossz hatással van. Mesélj nekem erről, hogy ez a te működésed hogyan zajlik, mi is, amit szeretnél átadni akár az e-sportolóknak, de akár egy szélesebb közönségnek is. Ez igazából kettő célom van. Az egyik az, hogy van egy olyan negatív sztereotípia még mindig a társadalomban, hogy az összes e-sportoló az egészségtelen, antiszociális, ápolatlan, stb. A sötét szobába ül, és csak játszik. Biztos ezzel találkoztatok ti is, meg biztos a programozókra is mondanak hasonló szépeket, bár nyilván ezt a területet nem ismerem. Ez az egyik, hogy megmutassam nyilván a viselkedésemen, meg az eredményeimen, meg saját magamon keresztül, hogy srácok, ez nem így van. Tehát én például egy profi e-sportoló vagyok, játszom napi 6-7-8 órát akár, és nézzétek meg, mégsem vagyok antiszociális, mégsem vagyok dagadt, stb. Tehát ez az egyik része. A másik dolog, hogy az e-sportolókban, meg sőt még a gamerekben is, aki nem profi módon gondolkozik, van egy olyan gondolkodásmód, hogy jó, hát én most kocka vagyok, ami azt jelenti, hogy hát sajnos akkor most feladtam az egészségemet, mert én akkor 6 órát játszok, meg ülök, az nekem jó, és nem fog beleférni semmi más. A másik, hogy a profi e-sportolók, és ezt nagyon komolyan mondom, a profi e-sportolóknak a napi rutinjában benne van az, hogy edzenek. Tehát nem az, hogy a számítógép előtt edzenek, hanem van egy fizikai edzés az ő napi rendjükben, vagy heti rendjükben inkább, mert nem feltétlenül minden nap kell edzeniük. Azért, mert hogyha fizikailag fit állapotban van egy e-sportoló, akkor a játékon belül, a versenyeken belül is sokkal jobban fog teljesíteni, mert például a teste egy picit jobban bírja a stresszt. Sokkal később fog elfáradni mentálisan is, hogyha fizikálisan fit állapotban van. És ha a te szavaidat akarom használni, akkor ezen keresztül szeretném hirdetni az igét, hogy srácok, lehettek jó játékosok, de ahhoz hozzátartozik az is, hogy mozogni kell. És ehhez próbálok úgymond támaszt, meg mankót adni, hogy vannak olyan gyakorlatok, amiket bárki el tud végezni. Például ez a videó is, amit említettél, köszi egyébként, hogy megnézted. Ez is egy olyan videó, amit úgy alakítottam ki, hogy
konkrétan az e-sportolóknak a gyengesége, jó, nem csak e-sportolóknak, hanem az ülő munkát folytatóknak a gyengeségeire alakult ki. Tehát igazából, hogyha nagyon sokat ülsz a számítógép előtt, akkor vannak olyan törvényszerű dolgok, amik ki fognak alakulni a testedben, ami meg fog változni a testedben. Például gyakori az, hogy beesnek a vállak, gyakori az, hogy homorú lesz a deréktájékon a hát, gyakori az, hogy gyengék a lábak, rossz a keringés, stb. És ez mind annak köszönhető, hogy nagyon-nagyon sokat ül egy helyben az ember. És ez az edzés program, amit láttál ezen a videón, ez pont ezeket a dolgokat próbálja ellensúlyozni. Nagyon sok hátgyakorlat van benne, nagyon sok hasgyakorlat van benne, mert ezek a törzsizmok, amiket, hogyha megerősít az ember, akkor sokkal egészségesebben fog mozogni, kinézni, és sokkal egészségesebben fogja érezni magát, és ugye hát ellensúlyozza azokat a negatív effekteket, amit a egy helyben ülés sok órán keresztül okoz a szervezetben. Hát igen, szoktuk is mondani, hogy épp testben, épp lélek. Így van. Ugye nyilván a programozóknál is ez triviálisan előjön, tehát ugyanúgy ez az ülő munkát végző problémák, ugye hát nyakmerevség, tényleg a szokásos dolgok, amik lehetnek. Nyilván most még én, mint oktató is érzem ezt kicsit jobban, mert ugye eddig legalább órákon ácsorogtam, meg sétálgattam körbe-körbe, most már ugye az se lehet, mert ugye itthonról tartom az órát a gép előtt. Nyilván a programozóknál is ez előjön, ez természetes. Na most nyilván a gondolom, amit tudás ezzel kapcsán neked van, azért az sok mindenre jöhetett, akár a testnevelési egyetemtől is, hogy tanulmányai során azért ezeket úgymond elsajátítottad, meg nyilván agyaltál ezen, hogy hogyan is néz ki. Na most egy pillanatra még részben visszakanyarodva is esetleg a korábbi, ugye az e-sport sportbeli elfogadásához. Ugye nyilván mi tavaly előtt ősszel voltunk közösen egy konferencián, ez a European Sport Platform, hogyha emlékszel, és hogy ott, nem, ott jött is egy ilyen hozzászólás, úgymond, hogy az ülés az új dohányzás, és nyilván ez most így nagyon fancy hangzik, meg nagyon, nagyon, nagyon erősnek is hathat, de való igaz, hogy komoly problémákat tud okozni. Na most nyilván ezzel valamit kezdeni kell, és valamit tenni kell, de ugye nyilván az emberekben mindig előjött a szkeptikus, hogy hát megint valaki meg akarja mondani azt, hogy hogyan is kell élni, meg mit is kell csinálni. És akkor részben vissza is kanyarodnék arra, hogy a sportba integrálódása az e-sportnak, hogy nyilván az, hogy valaki edző, az nyilván te is tudod, hogy nem ugyanazt jelenti még e-sportban, mint mondjuk kézilabdában vagy labdarúgásban. Tehát az, hogy valaki egy kézilabda edző, annak van mondjuk egy 100 éves múltja, van egy tudománya, van egy kutatott része, úgymond. Tehát ez akár edzés elmélet, vagy tehát mondhatunk akármilyen ilyen szavakat, azért egy labdarúgó edző, vagy egy kézilabda edző, az egy teljesen más szinten van sportban, mint egy e-sport edző. Nekem volt egy kollégám itt az egyetemen, aki azt mondta, egyébként sportban, sporttudományban dolgozik, hogy ilyen, hogy e-sport edző, a sport szempontjából még nem egy létező dolog. Tehát nincs az leírva, hogy mi egy edző, hogyan működik egy edző, mit csinál egy edző. Tehát nincs mögötte egy tudomány. Amit e-sportban. E-sportban így van. Így van, így van. Így van. Hogy ez most hogyan áll, ugye csak arra is kicsit gondolva, hogy ugye nekünk van egy közös cikkünk, mondjuk inkább az ilyen neveléstudományi vonal, meg picit más vonalon, hogy jelenleg hogyan áll, ugye tudok arról, hogy van egy pszichológiai kutatás, egy pszichológiai oldal ennek az e-sport kutatásnak, illetve van ilyen neveléstudományi vonal is, hogyan áll most ez a sporttudományi vonal? Erről te mit tudsz most? Hát igazából azt tudom, hogy a pszichológiai vonal az ugyanúgy megy tovább, mint ahogy azt régebben megismertük. Ugye, hát igazából mennek a doktorik, de ezen kívül nem nagyon tudok ilyenről. Tehát ami mondjuk doktori szinten mondjuk egy szakirodalmi hátteret tud mutatni az e-sportnak, az pszichológián kívül nincs. Ugye
van az a közös cikkünk a nevelőstudományi folyóiratban, vagy könyvben, vagy nem tudom, vastagságát ítélve, inkább könyvben, de nem nagyon jut el szakirodalmi szintre e-sport cikk. Tehát nincs nagyon tudományos háttere az e-sportnak sajnos Magyarországon még, mert nem nagyon foglalkoznak vele. Én például nagyon sok olyan felkérést kapok, most már az utóbbi mondjuk fél évben, hogy szakdolgozatot írók, akár BSC-n, akár MSC-n szeretnének mondjuk tőlem lektorációt, vagy interjút, vagy bármilyen segítséget kérni. Tehát én úgy látom, hogy a jövőben lesz utánpótlás, de jelenleg talán három olyan cikket tudnék mondani. Az egyik az a mi neveléstudományosunk, a másik talán a pszichológiás cikk, vagy mondjuk PhD értekezés, a harmadik pedig az a 2018-as cikkem, amiben ugye úgymond bemutatom elsőként az e-sportot, hogy mi is ez, de ezen kívül magyar szakirodalmi háttere nem nagyon van. Most fogok jelentkezni a doktorira, már leadtam a jelentkezésemet, és ott például azzal fogok foglalkozni, hogy milyen fizikai háttér kell ahhoz, hogy jó e-sportoló legyen az ember, illetve milyen fizikai elváltozásokat, deformitásokat okozhat maga az extenzív e-sport élet igazából. Tehát az talán még egy ilyen szakirodalmi terület lehet, de egyelőre jelenben nem nagyon tudok mondani. Tehát mindenképp egy olyan terület, ami igényli az, hogy legyenek jó kutatások, legyenek jó minőségű, cikkek. Én tudomásom szerint most ugye főleg a magyar helyzetet mondtuk, azért nemzetközi szinten se tudok olyanról, hogy valaki régebb óta is komolyan foglalkozna így a sport oldalról, a pszichológiáról van. Tényleg ott ha nem is kizárólag az e-sport, de azért a játékok kapcsán nagyon komoly pszichológiai kutatások vannak. Most akár mondhatnám ugye a gaming disease, szándékosan nem játékfüggőséget mondok, mert az egy kicsit félrevezető lehet. Igen. De akár a gaming disease, akár más egyéb vonalon is, hogy azért vannak kutatások, de sporttudományi vonalról én tényleg olyan kibontott, nyilván induló dolgok vannak, tehát ez kétségtelen, de kibontott kutatásról nemzetközi szinten sem nagyon hallani. Én sem tudom. Oké, és na most ennek kapcsán, hogy ugye nyilván itt csak bedobnám így, nem biztos, hogy meg fogjuk találni, majd megkeresem, hogy ugye Vizi Csacsidnak is volt egy interjúja, így hogy ők hogyan készülnek. Ő konkrétan azt mondta, hogy azt, hogy 8-10 órát ülj a gép előtt, az esélytelen, hogyha nem csinálsz fizikai munkát is. Tehát, hogyha nem végzed azokat a gyakorlatokat, amiket előírnak, akár egy fizioterapeuta, akár egy testnevelő szakértő valaki, aki tényleg ebben otthon van. Ti hogyan készültök, és most egy kicsit a csapatodhoz is, így a healthy vonal kapcsán, hogy te hogyan készülsz, és hogy a játékosaitól mit vársz el ennek kapcsán? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert az eddigi menedzser karrieremnek a legbüszkébb dolgáról fogok most neked mesélni. Ugye nekem mindig azt mondták, hogy őrülten túlzok ezzel az egészségmániámmal. A szüleim és nagyszüleim is mondják, hogy jaj, hát ennyit nem kell diétázni, meg minek futsz ennyit, meg el fogsz fáradni, meg izé. De én akkor is úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos dolog, és hogyha nekem van egy olyan elképzelésem, ami az egészség szempontjából az én oldalamra jó lehet, akkor amellett igenis ki fogok tartani. És most jutottam el odáig, hogy végre a csapatra is át tudom ragasztani ezt a mentalitást. Tehát amióta az MNAB második szezonja elindult, én folyamatosan tolom nekik azokat a dolgokat, amiket én csinálok, és segít engem a játékban. Mondok példákat. Például nekem van egy olyan ételem, úgymond, amit mindig a fontos mérkőzések előtt eszem. És nem véletlenül ez a kaja, mert az Idés Akadémiának van egy dietetikusa, és leültem vele, egy napon keresztül beszélgettünk arról, hogy mivel foglalkozunk, mi ez az új dolog az akadémiánál, stb. Stb. És én azt kérdeztem tőle,
hogy szerinted mi lenne a legjobb étel, amit tudunk fogyasztani egy olyan verseny előtt, ami iszonyatos mentális teher, és konkrétan nem csak agyban, de azért testben is elfáradsz, mert nagyon kemény odafigyelés kell. És összeírt egy olyan étrendet, úgymond, de fókuszban azt az ételt, ami segíthet igazából mentális fókuszt adni az egész versenyen, és amióta ugye megtörtént ez a beszélgetés, én ezt az ételt fogyasztom a legfontosabb versenyek előtt, és nyilván ezt az ételt elmondtam a játékosoknak is, hogy hát srácok, figyelj, leültünk beszélgetni a dietetikussal, itt van ez a kaja, ezt kéne tolni mérkőzés előtt, és nyilván az elején azért hülyének néztek, mert nem fog köntörfalazni, salátáról van szó, és hozzá mindenféle mandula, meg avokádó, stb. Tehát egy teljesen komplett kajáról van szó, és akkor mondták a srácok, hogy na jó, van, akkor te edd ezt, én meg majd betarok egy pizzát, meg egy energiát, tehát azt mehet a meccs. Ez volt az elején. És most már ők is felfogták egyrészt azt, hogy milyen fontos meccseink vannak, másrészt azt, hogy igenis, hogyha akár 1%-ot tud segíteni az, hogy mondjuk salátát kajász, vagy, és nem pizzát, vagy hogy mondjuk nem előtte 4 órát alszol, hanem 8-at, ha akár 1%-ot, vagy 1 kilt, vagy 1 jó momentumot számít, akkor miért ne tenné meg? És az utolsó mérkőzésünk előtt, jó, pont mondjuk nem sikerült megnyernünk azt a meccset, de pont az utolsó mérkőzés előtt már olyan szinten megvolt teljesen, hogy mindenki mit fog csinálni az utóbbi órában, vagy az utolsó órában mérkőzés előtt, hogy megbeszéltük előtte lévő nap, hogy másfél órával a mérkőzés előtt szépen mindenkivel találkozunk a Teamspeak-en, megbeszéljük, hogy mi lesz, mit fogunk játszani, stb. 1 órával a mérkőzés előtt mindenki föláll, elmegy, megcsinálja magának a salátát, visszajön és megeszi, és 1/2 órával a mérkőzés előtt megcsináljuk a kézbemelegítést, az aim gyakorlás, stb. És 10 perccel a mérkőzés előtt mindenki ott ül, beszélgetünk, stb. És várjuk a mérkőzésnek a közvetítését. Tehát konkrétan, és nem kellett küzdenem senkivel. Tehát mondták, hogy oké, jó, akkor találkozunk itt a saláta előtte, maguktól mondták, hogy izé, sali, meg minden, és nagyon büszke voltam arra, hogy ezeket így át tudtam adni a srácaimnak. Tehát nem csak úgy, mint játékos, tudod, hogy példát mutatok, hogy hát én igenis jól lövök akkor, hogyha salátát eszek, hanem ők saját maguk is magukévá tették ezt a gondolatot, hogy igenis, én megeszem a salit, és ha nem lövök jobban, akkor nem lövök jobban, de ha esetleg picit jobban csinálom a játékom, megéri, hogy salátát kajálok a mérkőzés előtt. És ez most már lassan minden rég az. Tehát arra is igaz, hogy rendesen bemelegítenek, arra is igaz, hogy nem 8 órát fognak a gép előtt ülni előtte éjszaka, hanem rendesen lefekszenek aludni, akkor fölülnek, vagy fölállnak és elmennek sétálni 5-10 percet, hogy kicsit megmozgassák magukat, kicsit kinyitják az ablakot, hogy jöjjön be oxigén, stb. Tehát az ilyen apróságokat is már így át tudom adni nekik, és ez nagyon jó dolog. Na, ez szuper, szuper. Ugye én is szoktam mondani itt a hallgatóknak, mert nyilván programtervező informatikus hallgatók, amikor még lehetett ugye órára járni, most már ugye nyilván ez máshogy van, akkor ugye ez, hogy tipikusan láttam, hogy ilyen minden második asztalon ki volt bontott egy energiaital, és akkor ott szürcsölték. Én mindig mondtam, hogy inkább egyenek energiadús ételeket. Nyilván nem a pacalpörköltre kell itt gondolni, mert az is energiadús, de nyilván az annyira leterheli a szervezetet, hogy inkább aludni jobb utána, mint dolgozni. Nyilván ez természetesen akár a szellemi teljesítőképesség, akár a fizikai teljesítőképesség, most teljesen mindegy, melyik oldalról nézzük, a táplálkozás nagyon fontos. Na most nyilván a fizikai mozgás az egy kicsit más jellegű dolog. Nyilván nem csinálhatják a játékosok ugyanazokat a gyakorlatokat, mindenki, mert azért különbözőek vagyunk. Nálunk is voltak olyan játékosok, akik vékonyabbak voltak, nagyobb darabok voltak. Most is itt nem feltétlenül arra gondolok, hogy túlsúlyos vagy ilyesmi, hanem csak egyszerűen más a fizikumok. Na most, ez hogyan néz ki nálatok, hogy ezt elvárod-e a játékosoktól azt, hogy valamennyit edzenek, vagy valamennyit mozogjanak így akár a hétköznapi ügymenetben, úgymond, vagy akár a meccsek előtt, meccsek után, hogy néz ez ki a csapatban? Ez úgy néz ki, hogy nekem van egy edzéstervem, vagy hát igazából többféle van, és hogyha
kérnének, akkor tudnék nekik biztosítani mindenféle edzéstervet, amit szeretnének csinálni. Tehát én ezt elkészítem nekik. A probléma az ott van, hogy ők ezt annyira nem igénylik, és mivel én hiába mondom nekik, meg mutatom a jó példát, meg tudod, de nyilván nem vagyok ott, úgyhogy nem tudom őket motiválni arra, hogy most jó srácok, akkor zsaj, és akkor csinálunk 20 fekvőt, hanem ez inkább rájuk van bízva, és ezért azt szoktam nekik mondani, hogy srácok, találjátok meg azt a mozgásformát, ami nektek fun, amit ti szerettek csinálni. Tehát nem feltétlen kell arra törekedni, hogy neked most kockás legyen a hasad, vagy nagyon szép izmos legyen a melled, vagy valami, hanem találd meg azt a mozgásformát, amiben te a kedvedet leled. És ezért például van olyan srác, aki nagyon szeret mountain bike-kal, ugye hegymenetbe menni, meg ilyenek, akkor van olyan, aki például konditerembe szeret járni, tehát vannak a srácok azért mozognak, viszont nem... Tehát nem prioritás náluk az, hogy mint például nálam, hogy most akkor legyen egy jó nyári forma, és akkor erre rátolnak csomó energiát, hanem csak amikor van kedvük, akkor mozognak egyelőre. Majd, hogyha picit eljutunk oda is, hogy megpróbálok nem spoilerezni, hogy kicsit közelebb lakjanak egymáshoz a játékosok, akkor már kötelező lesz nyilván a mozgás, hiszen tudom ellenőrizni azt, hogy most mi történik és mi nem, akkor nyilván kötelező lesz. Egyelőre inkább a jó példamutatáson keresztül próbálom őket motiválni arra, hogy srácok, lehet, hogy egy fél óra biciklizés jót tesz. Igen. Nyilván ezt lehet sokféleképpen ösztönözni, gondolom azért az Illés Akadémiának is hát hogy mondjam, eszköze arra, hogy tudjanak hol mozogni a játékosok majd, ha úgy alakul. Emlékszem, igen. Ez nálunk is azért igen támogatott volt, hogy menjenek, itt az egyetemi konditermet használták a játékosok, meg tényleg mehettek. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy akkor ez megvan oldva, tehát az, hogy adok a játékosnak egy konditerem bérletet, az nagyon nem elég így önmagába. És mondtad is ugye ezt a hogy egyéni edzésterv, meg hogy ki hogyan, hogy mit csináljon pontosan. Én pont a jelenlegi helyzet előtt akartam egy ilyen edzéstervet kérni itt a egyetemi konditeremből. Nem e-sportolóknak, hanem programozóknak, de fogalmazzunk úgy, hogy hasonló tervet, csak aztán jött ugye ez a helyzet, aztán konditerem már ugye nincs most jelenleg. De való igaz, hogy nyilván ezt egyénileg és azért nem egyszerű. Nem egyszerű, arra emlékszem én is, hogy tényleg mi is szerettük volna a játékosokat arra ösztönözni, hogy mozogjanak minél többet. Nyilván akik amúgy is jártak így konditeremben, például volt egy játékosunk, aki mellette az amerikai foci csapatba is játszott, tehát nyilván ővel azért nem volt ilyen értelemben probléma, hogy nincs testmozgás, tehát ott az rendben volt. Jó. Közben köszönök a cseten, szia Ádi! Muszáj, ja, muszáj, köszönöm, igen, a legnagyobb Twitch-es rajongómat. Okay. Szia, is. Közben itt a cseten jött egy ilyen hozzászólás, hogy 8-10 óra játék között nem kellenek-e szünetek. Ezt most csak bedobom ide, mert nyilván a témához kapcsolódik, hogy nyilván kell, de azért a meccsek közötti szünet az nem ugyanaz, mint egy tudatos edzésprogram, egy akár egy konditerembe. Hát a pont Vizi Csacsi mondta talán ő, hogy hetente 10 órát kellett a konditeremben lenniük. Nyilván ez mondjuk ilyen napi 2 óra, vagy ilyesmi, hát az már, hogy van felosztva, az már más kérdés, de nyilván a meccsek közötti szünet az nem összekeverendő ezzel a tudatos edzéssel. Egyetértek, abszolút. Jó, oké. És lépjünk egy picit tovább. Nem azt mondom, hogy kifutunk az időből, de azért közeleg az óra vége, és szeretnénk még más témákról is beszélni. Ugye nyilván te tevékenykedsz a Hunesbe is, és nyilván erre mindenképp szeretnék kitérni, hogy ugye akkor meg tudod erősíteni, hogy ott az edukációval foglalkozol elsősorban. Sok mindenre foglalkozok a Hunesben. Az egyik terület, igen, ez az edukációs bizottság. Én ott vagyok tag, és ugye van edukációs múltam, ugye a SAS-nak köszönhetően, meg ugye a neveléstudományos publikációnak köszönhetően, stb. Ez az egész úgy indult, hogy én készítettem még a testnevelési egyetemen egy olyan tantervet, lehet, hogy nagyképűen hangzik, de egy olyan
oktatási tervet, amivel, mint ahogy ti is csináljátok, egy választható tantárgyat esetleg be lehetne vezetni a menedzser oktatásba, mert én azt hallottam, hogy nem nagyon lehet most már nemzetközileg piacképes egy sportmenedzser, hogyha azt sem tudja, hogy mi az az e-sport, és megpróbáltam ezt kicsit kiküszöbölni a testnevelési egyetemen. Most azóta, hát hogy is mondjam, bevallom, hogy lehet, hogy hibáztam, amikor odaálltam a menedzser szakvezetője elé, és azt mondtam, hogy hát szerintem nem lehet úgy piacképes menedzsereket képezni a testnevelési egyetemen, hogy nem tudják, hogy mi az, hogy e-sport, és szerintem ez így abszolút nincs rendben, úgyhogy csináljunk e-sport szakot, és hát igen, hogy is mondjam, annyira megharagudott rám az úriember, hogy az első MSC szakdolgozatomat meg is buktatta, vagy diplomamunkámat, de mindegy, ez egy másik történet, a lényeg, hogy nem sikerült elérnem ott, amit szerettem volna, de, és azóta sincs egyébként ott e-sport oktatás menedzsment szakon, sajnos, de mindegy, ezzel indult ez az egész edukációs vonal, majd utána erre a tantervre építettem egy szinten lejjebbi gimnáziumi tantervet, amit ugye a SAS Budapestben kamatoztattam, és ennek a kapcsán kezdtem el a szövetségnél is az edukációval foglalkozni, mert én mai napig úgy gondolom egyébként, hogy az e-sport előrelépésének ez a kulcsa. Tehát az edukáció a kulcsa. Mi elmondhatjuk, hogy bármilyen tehetséges játékosunk van, meg itt játszik, ott játszik a magyar közeg, hogyha nem tudjuk úgy felismertetni ezt az egész piacot a magyar társadalommal, hogy abból bármilyen piacképes bajnokság, vagy maga egy hazai ipar legyen, akkor hiába vannak jó játékosaink, sose fogunk ebből előrébb lépni, hiszen edukáción keresztül el tudjuk mondani a játékosoknak, hogy mit kell csinálniuk, a csapatoknak, hogy mit kell csinálniuk, az utánpótlásban a fiataloknak, akkor a szponzoroknak, a szervezők, mindent. Tehát az a kulcs, hogy igazából jól edukáljuk a népet. Ez most megint egy ilyen közhelynek hangzik, de én akkor is ebben látom a kulcsot, és ezért jó szerintem, hogy a szövetségen belül az edukációval tudok foglalkozni. Ez az egyik terület. Igen, ez tényleg valóban kulcs lehet a tovább lépéshez. Csak röviden a sportos vonalra reflektál, hogy igen, nehéz főleg, akik nagyon régóta benne vannak a sporttudományban, meg a sporttudományi vonalon, akár szervezés, akármilyen ilyen egyéb dolgon, hogy nehéz azért velük ezt az e-sportot, hát nem is az, hogy elfogadtatni, hanem megmutatni, hogy miről is szól ez, csak hogy a szakvezetődre reflektáljak egy kicsit. Azért nálunk sem volt egyszerű, hogy ugye a sporttudományi vonalon hogy elfogadják ezt a dolgot, akár a testnevelési csoport, tehát tényleg nem egyszerű. És ugye azért korábban említettük ezt a sportkonferenciát is, ez a European Sport Platformot is, hogy azért annak is a végén nyugtáztuk, hogy hosszú még az út, ugye amit be kell járni, de én bízom benne, hogy szerintem jó irányba halad a dolog, és rendben lesz ez. De még egy kicsit visszakanyarodva a Huneshez, hogy ugye jelenleg, ha jól tudom, ez, nyilván több sportszövetség van, de ebben most nem feltétlenül szeretnék belemenni, tehát több ilyen e-sport szövetség is van. Ugye jelenleg, ha jól tudom, a Hunes tagja az Európai Sportszövetségnek is, ami tudomásom szerint pár hónappal ezelőtt jött létre, az Európai e-sport szövetség. Így van. Milyen teendőket ró ez úgymond a Hunesre. Mi az, ami ez tevékenység? Itt azért is akarom ezt kiegyezni, mert azért látjuk, hogy az európai e-sport nagyon erős a legtöbb e-sport játékban. Most nyilván nem feltétlenül akarom mondani az összeset, de azért tényleg Siege-ben, Counter-Strike-ban, tényleg nagyon sok játékban az európaiak a világ top csapatai. Hogy milyen hatással lehet ez, hogy beindulhat-e itt egy tudástranszfer, akár szervezési, akár edukációs, akármilyen téren? Szerintem mindenképp. Tehát ez, hogy megalakult az Európai E-sport Szövetség, ez egy iszonyatosan nagy dolog szerintem, mert egyrészt kicsit közeledünk a sport struktúrájához,
ami ugye nyilván azért jó, mert már látjuk, hogy egy jó példa is hogy működik, tehát onnan könnyű elemeket átemelni, illetve egy olyan együtt dolgozás jött létre, amivel, ahogy te is mondtad, át tud, hogy is mondjam, a tudást át lehet adni. Tehát például a spanyoloknál nagyon jól működik az, hogy a La Liga, mint ugye futball franchise, az tök jól eladhatja a FIFA-t. Tehát nagyon-nagyon sok olyan kezdeményezés volt arra, hogy a FIFA-t ugye a La Liga csapatok úgymond versenyeztetik, amikor úgy, hogy a futbolisták, akik a La Ligában eurómilliókat keresnek, ők FIFA-val játszanak, és ezt közvetítik, leginkább most ugye a vírusos időszakban. De ez például egy olyan know-how, amit tök jól át lehet adni a Európán belül másnak, hogy ez hogy lehet jól megcsinálni. És ebből rengeteg van, tehát nem csak egy ilyen példát tudnék mondani, hanem van egy csomó, és ennek a szövetségnek köszönhetően ezek így jobban el tudnak terülni szerintem Európa területén belül, ami megint csak emelni fogja majd a tagországoknak az e-sport életét. Tehát kicsit értékesebb lesz ennek köszönhetően az országok saját e-sport élete. Én úgy látom ezt. Mm-hmm. Igen, igen. Hát itt a helyzet kapcsán ugye én mondjuk a labdarúgást annyira nem követem már egy ideje. Én most amit így Twitch-en elkaptam, csak hogy egy példát is mondjak, hogy a Forma 1-esek, hogy elképesztő nézettséget így van, tudnak felmutatni, hogy tényleg megjelenik egy Charles Leclerc, aki hát még Forma 1-ben nem is mondanám feltétlenül azt, hogy mert hát nyilván nemrég kezdtem, még nagyon fiatal, és akkor tényleg olyan nézettség, hogy ilyen 50-60-70 ezres nézettsége van, tehát elképesztő nyilván, hogy mit tud adni egymásnak ugye ez a dolog. Nyilván az, hogy ők most nem tudnak versenyezni, az nyilván nekik nagyon rossz, mert ugye a sportvilág az ugye gyakorlatilag megállt, és hát nem, hát teljesen egyértelműen megállt. És nyilván nekik is, hát nem azt mondom, hogy most nagyon rá lennének szurulva, meg hogy a kifli csücskön élnének emiatt, de nekik is azért fontos az, hogy benne legyenek a vérkeringésbe továbbra is, hogy valami alternatíva legyen számukra, hogy ha már nem tudnak élőben fizikailag versenyezni, akkor valami legyen. És erre ki is akartam térni, hogy nyilván a sportvilág az megállt, és ez nagyon sok csapatnak és nagyon sok sportnak elképesztő károkat okoz, viszont az e-sportnak lehetőség lehet-e ez? És te mit látsz, hogy hogyan lehetne ezt a lehetőséget megragadni, akár mint csapatmenedzser, akár mint a szövetség, ugye a Hunes kapcsán, vagy akár mint egy mezei streamer így idézőjelbe, hogy hogyan lehetne ezt a lehetőséget kihasználni? Hát akkor kezdem így a végéről. Streamerként sokkal könnyebb a helyzet most, mert nagyon sokan igazából otthon ülnek, nem tudnak mit csinálni, és néznek embereket, akiket egyébként eddig lehet, hogy nem néztek volna, mert nincs rá idejük, nem volt kedvük, stb. Tehát picit könnyebb így, hogy is mondjam, elevickén így a streamer tengerben, nekem is picit jobb így egyébként. Átlagban azért nekem is nagyjából duplájára nőtt a nézettségem, mióta van ez a karantén. De mindegy, nem is ez a lényeg, mert nyilván ez nekem teljesen mindegy, de ebből, hogyha azt veszük ki, hogy mondjuk a Twitchnek ez mennyire jó, akkor azt nézzük, hogy nyilván ők ebben lehetőséget látnak, és nyilván ki is használják. Lássuk például ezt a Valorant beta kulcsos mizériát. Ugye ott is több millióan nézték egy idejűleg a Valorantot. Nem akarom mondani, hogy pont erre az időszakra időzítették, vagy nem, de minden esetre ez például szerintem egy zseniális húzás volt a Riot Games-től. Akkor csapatmenedzserként nekem megint csak jó,
mert a játékosaimnak nyilván nem ez a főállása, hogy ők most e-sportolók, meg e-sportjátékosok, hanem iskolába járnak, dolgozni járnak, stb. Stb. És nagyon nehéz volt összeegyeztetni eddig is, hogy, vagy hát eddig, hogy most akkor mikor legyen edzőmeccs, meg mikor edzen a csapat, meg mikor elemezzünk videót, stb. Stb. Most nyilván kicsit könnyebb, mert a játékosaimnak a 90%-a nyilván nem, most így nem megy iskolába, meg nem dolgozik, és így jobban tudunk koncentrálni magára a játékra, úgyhogy ebből a szempontból megint csak jó. És hát felső vezetési szempontból ott viszont picit nehezebb a dolog, ott ki kell találni, hogy lehet ezt a lehetőséget megragadni. Egyébként szerintem nem rossz a szövetségnek erre sem a válasza, hogy például nyilván tudjuk, hogy a magyarok nagyon szeretik a futballt, mondjuk az NB1-et pont annyira nem, de nem ez a lényeg, hanem a spanyol FIFA mintára így az NB1-es csapatokkal például elkezdtek egy ilyen E-bajnokságot például, ahol ténylegesen azok a focisták, akik amúgy az NB1-be fociznak, ők ülnek le fifázni egymással, és ez is például egy tök nagy nézettséget hozhat, ami egyébként nem csak magát a futballt, mint sport népszerűsíti, hanem azt is megmutatja a társadalom eddig annyira nem támogató részének, hogy egyébként ez nem feltétlenül egy ördögtől való dolog, ez az e-sportolás. Úgyhogy szerintem ez is egy abszolút jó lehetőség. Uh-huh. Hát igen, azt azért látjuk, hogy most akár tényleg, hogy úgymond az idézőjeles klasszikus sportok vonalán megjelennek új e-sport bajnokságok, akár itt a Hungaroring e-sport bajnokság, ugye ahol autóversenyzők, például Mihalis Norbi is versenyez. Remélem jól mondom a nevét, elnézést, ha nem. Nyilván ő neki ez nem egy idegen közeg, hiszen innen érkezett, tehát ugye szimulátorba kezdte, és aztán onnan került be ugye először a VTCC-be. És nyilván ez azért adhat egy lökést a többi játéknak is. Hát, ha már itt vagyok Twitch-en, akkor körülnézek, hogy mi történik. Így van. És nyilván ez mindenképp hasznára válhat akár az egész e-sport közösségnek is. Nem tudok szó nélkül elmenni amellett, hogy tegnap volt ugye a LEC Spring bajnokságnak a döntője, ami ugye Budapesten lett volna. Igen, hogyha nincs ez a sajnálatos helyzet. Na most nyilván lement a meccs, baromi sokan nézték, de csak jobb lett volna ez Budapesten nézni. Na most nem tudom, hogy ott pontosan a Hunesnek milyen tevékenysége lett volna, vagy hogy mi lett volna ott az ő szerepe. Inkább tőled kérdezném, hogy látsz-e arra esélyt, hogy ha megoldódik ez a helyzet, mégiscsak megrendezzék ezt, akár a jövő évi, vagy akár a nyári, bár a nyári az még necces, mert az elég közel van, de akár egy jövő évi ilyen döntőt itt megszervezzenek. Hát maga a Riot Games is nyilatkozta, hogy megpróbálja majd kompenzálni úgymond azokat a városokat, ahova egyébként már bejelentették, hogy lesz döntő, vagy bármilyen lesz esemény. Tehát én abszolút bízom benne az, hogy most lehet, hogy nem idén, de jövőre ez meg fog valósulni. Én abszolút bízom benne. Értem. Jó, na most lassan tényleg lejár az időnk, úgyhogy még egy pár utolsó kérdés, csak így ilyen, hogy a jós tehetségeid mennyire, és akkor majd visszanézzük pár év múlva, hogy mi a helyzet. Ugye nyilván mindenki ugye az e-sport kapcsán, meg úgy egyébként is a következő NFL-t keresi, tehát akár a gazdasági sikerére, akár a nézettségre, bármire is gondolunk. Na most e-sportban, ugye tudjuk, hogy mik a legnézettebb címek, akár a League of Legends-re, akár a Counter-Strike-ra, akár a Dota-ra is gondolhatunk, hogy tényleg iszonyatos nézettséget produkál az e-sporton belül, tehát egy nagyon nagy százalékot harap ki. Mi lehet a következő játék? Ugye nyilván most a Valorantot hatalmas hype övezi, nyilván a Riot Games próbál is erre építeni, hogy nyilván ők ebből e-sportjátékot akarnak csinálni. Működhet ez? Lehet-e a Valorant a következő League of Legends vagy CS:GO?
Szerintem abszolút nem, és megmondom, hogy miért, mert olyan játéknak kell lennie a következő ilyennek, ami korszakalkotó, ami valahogy megváltoztatja az akkori e-sport közeget. Ugyanez volt a League of Legends, ugyanez volt a Counter-Strike, és mondjuk nem támogatom annyira, de valamilyen szinten ugyanilyen volt a Fortnite. Mert a League of Legends behozta az új, úgymond játék stílust, vagy játék módot, a MOBA-t. Az addig nem létezett annyira, úgyhogy nyilván most elkezdhetnék veszekedni, hogy most Dota volt előbb, vagy a League of Legends, de tök mindegy. Az szerintem elvitathatatlan tény, hogy a League of Legends volt az első olyan MOBA, ami világszinten teljesen sikert hozott, és olyan e-sport szférát hozott létre, amit addig semmi. Aztán a Counter-Strike volt az első olyan lövöldözős játék, amiben egy teljesen komplex taktikai gondolkodás is kellett, tökéletes, hogy is mondjam, technikai háttere volt, meg teljesen újítás volt igazából akkoriban ez, hogy most akkor bombszájtok, meg mit tudom, tehát ugye ez a taktikai izé, ez abban volt szerintem először úgy, hogy megint nagyon nagy tömegbázisa lett. Aztán ott van a Fortnite, ami pedig megcélzott egy olyan közösséget, amit eddig nem gondolt volna senki, megcélzta a szülőket, méghozzá úgy, hogy engedjék a 13 éves gyereket játszani, mert azt látták, hogy hát ezek rajzfilm figurák, meg kiírja a számokkal, hogy mennyi sebzést okozott az ember, nyilván ők nem tudták, hogy sebzésről van szó, és akkor hoppá, még talán számol is a gyerek fejben, jaj, de jó, jó van fiam, ezzel játszhatsz, meg könnyen elérhető, stb. Rajzfilm figurákkal ugrálgathatsz, és emellett behozta a megint csak új stílust, a Battle Royale-t, ami azóta meg már minden játékban kell, hogy legyen, különben nem igazán mainstream az a játék, hogyha nincs benne Battle Royale. Nyilván megint előtte volt Battle Royale a H1Z1-ben, stb., de megint csak nem ez a lényeg, hanem az, hogy ez teremtette azt az óriási tömegbázist, aminek köszönhetően most minden játékban Battle Royale módról beszélünk, még a jó öreg Cs-ben is. Úgyhogy az volt, ami megint csak megváltoztatta. A kérdés, hogy most azóta népszerű-e, vagy beszélhetünk egyáltalán Battle Royale e-sportról, de ez meg... És szerintem a következő, az megint egy olyan játék lesz, amire nem is gondolnánk. Tehát, hogy kihoz egy olyan játékmódot, vagy egy olyan játékstílust, vagy játéktípust, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ami eddig nem nagyon létezett, és magával ragadja az embereket. Most a Valorant, most lőjetek le, de szerintem nem sikerült olyan jól, mint ahogy azt a Riot Games-től várni lehetett. Hát eddig streameltem már nagyon sok órát Valorantot, meg játszottam vele, de eddig nem találkoztam olyan elemmel, ami egyedi lett volna. Tehát az, hogy konkrétan teljesen ugyanaz a lövésmechanika, mint a CS:GO-ban, akkor teljesen ugyanaz a skill mechanika, mint Overwatch-ban, akkor még a Rainbow Six-ből a Black Eye skint is belelopták a játékba, tehát igazából úgy néz ki számomra, hogy a Riot Games megnézte az összes FPS játékot, és mindegyikből kivette azt, ami király, és összepakolta egy játékba. Nem mondom, egyébként jó játékot csináltak, tehát abszolút jó, meg teljesen pozitív, hogy 128-as tikkes szerverek vannak az összes random normál játékban, meg minden, tehát ez nagyon pozitív, de nem olyan korszakalkotó, hogy most megváltoztassa teljesen az e-sport piacot, és az FPS piacot, és mindent letöröl az izéről, és ő lesz a legelső FPS játék, mint ahogy anno a League of Legends-el csinálta a Riot Games egyébként. Szóval szerintem ez nem lett olyan korszakalkotó, mint anno az első játék a Riotnak. Nyilván sokan fognak vele játszani, meg nyilván tömik bele majd a lóvét, megjönnek az 1 millió dolláros Twitch Rivals versenyek, stb. De ettől függetlenül nem lesz olyan korszakalkotó, szerintem. A következő dolog egyébként, ami szerintem óriásit fog robbanni, az a VR e-sport, de olyan szinten VR e-sport, ami szerintem még legalább 5-6 évre van innen, de akár 10 évre is, amiben már azt is fogja tudni érzékelni a VR berendezés, te, hogy is mondjam, a fizikai aktivitásod milyen szintű játékban. Tehát például én, hogyha eddig kislabdadobó bajnok voltam, akkor a játék érzékelni fogja, hogy én távolabbra tudom dobni a gránátot, mint te. És hogyha ez bejön az e-sportban,
akkor már igazából nem beszélhetünk arról, hogy most van-e benne fizikai aktivitás, mert nincs, mert kötelező lesz edzeni a játékosoknak, hogyha messzebb akarja dobni a gránátot. És azt fogjuk majd nézni a fotelünkből ülve, hogy ez tényleg milyen sport teljesítmény, hogy mindenkinél messzebb dobta a gránátot, és mindenkinél gyorsabban fut, és mindenkinél pontosabban lő a pali, mert amúgy a Napoliából, vagy a Gamerházból, vagy tök mindegy, ő is egyébként ezt csinálja, tehát ő is fut konkrétan. És lehet, hogy rekordokat fog dönteni, hogy milyen gyorsan fut egyébként, csak azt mi ugye VR szférában látjuk majd, és nyilván ott sokkal jobb lehet majd a közvetítési rendszer, mert nem kell 600 kamerát felszerelni, hanem maga a program nyújtja majd ezt felénk. Nyilván ez lehet, hogy egy utópia, és lehet, hogy soha nem jön be, de szerintem ez a következő lépés ennek a robbanásnak. Hát igen, a VR gémek valóban egy érdekes, most ugye nyilván ott van valamilyen fajta fejlődés, most nyilván ott ha esetleg valaki ránézett ugye a Half-Life új részére, azért tényleg most egy hatalmas ugrás történt nyilván így nagyon sok téren. Nyilván ez itt még most nem mondhatjuk azt, hogy nyilván nem egy e-sport játék, de ugye ha emlékszünk, ugye a Counter-Strike is ugye a Half-Life-ból spin-offolódott, most ilyen nagyon csúnya szóval élve. Tehát ugyanarra az engine-re épül, és ugyanaz a fejlesztő. Na most, hogy a Half-Life Felixből egy ilyen kompetitív, akár 5v5 FPS-t, vagy valamit készíteni, hát nem is tudom, nem egy rossz ötlet. Mindenképp egy érdekes vonal lenne. Aztán persze, hogy mennyi, merre jut a dolog, az már más kérdés. Oké, és viszont tényleg most már lejár az időnk, úgyhogy még a chatre ránézek, hogy ott vannak-e kérdések, és azért látom, hogy vannak, de ti is most a chatnek mondom, hogy nyugodtan, hogyha valami kérdésetek van, akkor azt most nyugodtan ellőhetitek. Egy ilyen kérdés látok Bojtól, hogy milyen tanácsot adnál azoknak a játékosoknak, akik szeretnének fejlődni és eredményeket elérni, versenyeken részt venni, de nincs csapatuk, ezért sok dologra lehetőségük sincs. Hát ezt igazából a játéktól függetlenül meg tudom mondani, hogy nagyon sok olyan csoport van, akár Facebookon, akár máshol, ahol csapattársakat, barátokat tudsz magadnak szerezni. Tehát az első lépés, amit mondanék, hogy üsd be Facebookon azt a játékot, amivel játszol, és be fogsz kerülni egy olyan csoportba, ahol rengeteg olyan ember van, aki ugyanezzel a játékkal játszik, és ott akár ki is tudsz írni egy keresést, hogy te csapatban szeretnél játszani, vagy tudsz válaszolni olyan keresésekre, hogy tagot keresnek csapatban, stb. Ilyenből rengeteg van, sőt, vannak olyanok is, akik még rankhoz, meg eddigi elért eredményekhez függetlenül is egy ilyen közösségbe be tudnak venni téged, ott meg mindig lesz társad, akivel tudsz játszani. Ez az első, a másik pedig, hogyha még nagyon kezdő vagy, és fejlődni szeretnél, akkor azt javaslom, hogy próbálj meg minél többet belerakni a játékba, de ezt is tudatosan. Tehát például nézzél streamereket, nézzél profikat, hogy ők hogy csinálják a dolgokat, és utána ezt ültesd át a játékba, tehát tudatosan próbálj meg játékon belül is készülni arra, hogy te minél jobb játékos szeretnél lenni. Ezt a kettőt tudom igazából. Oké, és akkor érkezett még egy kérdés itt a Valorant hype kapcsán, hát erről beszélgettünk így érintőlegesen, hogy hát nyilván ez egy nagyon jó marketing meg biznisz fogás, szerintem ebben azért te is látod úgymond ezt a biznisz. Nyilván az, hogy nézd a játékunkat, hogy kapjál hozzáférést, ráadásul úgy, hogy nyilván ez majd ki fogják adni, tehát ez nyáron már mindenki játszhat vele, tehát még ingyenes is lesz. Abszolút szerintem egy zseniális húzás. Na most itt kérdezz még ilyet, hogy Twitch dráma. Na most én nekem van egy sejtésem, hogy mire gondol a kérdező a chatben. Nyilván itt voltak olyan streamerek, akik kiírták, hogy náluk is van drop, pedig nem volt. Én most nem biztos, hogy ezzel úgy különösebben kéne foglalkozni. Talán ami még volt itt olyan, hogy és ez a platform és a Twitch kapcsán, hogy élőben közvetítették a VOD-ot. Mert ha jól tudom, valami hogy úgy van a szabály, hogy csak akkor
kaphat a néző hozzáférés, hogyha élőben nézi, tehát az ilyen riránok meg ilyesmi nem számít bele. És akkor voltak olyanok, akik élőbe közvetítették a vodot. Hát őszintén szólva, mivel hogy én nem vagyok egy nagy és sok éves Twitch bent lakó, úgymond, én ebben nem nagyon akarnék most állást foglalni. Nem tudom, hogy te erről hallottál-e esetleg. Hát arról a részéről hallottam, hogy vannak, most hát voltak olyan streamerek, akik kiírták, hogy van drop, aztán mégse volt drop. Annyit például erről az egyik úri emberről, akit most látok, hogy Twitch-en megemlítettetek. Szerintem ő egyébként lehet, hogy vicces, meg izé, de szerintem Twitch-nek a legalja. Tehát az, amikor visszaélek a saját követőimnek a bizalmával, akit egyébként, és akiknek köszönhetem, hogy engem nagyját tettek, tehát az szerintem abszolút a legalja, mindegy. Ezt az úriembert én például abszolút nem kedvelem. A másik, hogy most Rirán vagy nem Rirán, úgy volt egyébként, hogy harmadikán volt az első ilyen stream hullám Valorantról, akkor is lehetett kulcsot kapni, de az úgy nézett ki, hogy akkor még nem voltak élesek a szerverek, és csak azok a kiválasztott streamerek közvetítettek Valorantot, akiket meghívott a Riot Games, hogy próbálják ki a játékot náluk, és akkor felvehettek saját tartalmakat, és ezeket a saját tartalmakat játszották le a saját streamjükön egyébként. Tehát nem játszottak élőben a játékkal, hanem lejátszottak vodokat, amiket a Riot Games engedélyével vehettek föl annó, akkor, amikor kipróbálták a játékot, és ezek alatt a vodok alatt is lehetett kapni kulcsot. Aztán utána 7-én lett éles a szerver, és aki kapott 3-án ugye kulcsot, meg azok a streamerek, akik már előtte kaptak, stb., azok elkezdtek játszani 7-én, és 7-től, most hát igazából 7-én volt megint egy ilyen drop hullám, csak aztán annyian akartak Valorantot kapni, Valorant kulcsot kapni, ugye akkor volt az, hogy 1,3 millióan néztek Valorantot Twitch-en, hogy azt mondta a Riot Games, hogy oké, és most kicsit lelőjük a szervert, mert nagyon-nagyon sokan joinoltatok rá, viszont újból elindítjuk a dropokat, és akkor tudtak szerezni ezeknél a streamereknél. Aztán a harmadik lépcsőfoka ennek a zseni marketing fogásnak az volt, hogy mindenkinél engedélyezték a droppot, aki Twitch partner és Valorantot streamer. Tehát igazából ezzel megint csak kinyitották még jobban úgymond a tömegbázist, és igazából egyre segítenek a kisebb streamereknek, másrészt pedig még több kulcsot oszthatnak igazából ki. Igen, mert hogy ugye itt írja is talán Para, hogy voltak olyanok, hogy tényleg egy ilyen highlightot, vagy akármilyen sima vodot elindítottak élőbe, és azért hallani olyan hangokat, hogy ez egy kicsit a platformnak a meghekkelése, hogy ugye a Twitch az egy élő platform alapvetően, tehát hogyha nem élőzünk, akkor persze mehet a Rirán, miért ne mehetne, de alapvetően az ilyen vodokra más platformok vannak, ott a YouTube, meg lehetne sorolni tényleg nagyon sokat, hogy a Twitch tényleg az élő, és azért lehetett olyan hangokat hallani, hogy nem biztos, hogy ez így szerencsés, hogy a vodot lejátszom élőbe. Végül abszolút is. Igaz, igen. Okés. Na, Capriolinak még van egy kérdése, és erre is nem, lehet, hogy te is tudsz válaszolni, hogy mikor kezdődnek el a szintekre osztott e-sport versenyek, például amatőr, középhaladó, stb. Csak egy gondolat ehhez, hogy annó beszélgettünk erről a Hunesszel, ez még nagyon régen volt, még talán az MNLB előtt, hogy jó lenne tényleg egy olyan liga rendszerű bajnokság, ahol ami mondjuk 2-3 osztályra van osztva. Hát nyilván most az, hogy hány csapat van meg hogy ez hogyan működhet, az más kérdés. De akár mint a labdarúgó, hogy van NB1, NB2, NB3, hogy itt is e-sportba is lehessen. Hát nyilván mondjuk a populárisabb játékoknál ez talán megoldható, de nem tudom, hogy például mondjuk egy Siege-be van-e Magyarországon 30 csapat, akik együtt tudnak versenyezni heteken, hónapokon keresztül. Na ez a kulcs szerintem, mert lehet, hogy vannak hétfőn mondjuk van 30 csapat, kedden 45, szerdán meg csak 20, mert a fele összeesett. Tehát ez az egyik probléma, hogy ki kíváncsi olyan bajnokságra, aminek az első két fordulója megtörténik, a többi meg nem, mert kikapott az összes csapat, és akkor felosztanak, mert nem akarnak többet kikapni. Tehát ilyen bajnokságra nyilván senki nem kíváncsi. A másik, meg a mögötte lévő infrastruktúra, hogy nyilván ahhoz, hogy egy bajnokságot működtethess, ahhoz emberi erőforrás kell, emberi erőforrás
erőforrás, az meg nyilván pénz kell, és annyi lóvé még nincs a magyar e-sportban, hogy lehessen háromszintű bajnokságot csinálni. Ezért én azt tudom mondani, hogy amatőr bajnokságot bárki tud szervezni 0 forintból, oda amatőr csapatok el fognak menni, egy-két bajnokság talán le tud menni, nyilván nézői érdeklődés semmi nincs az ilyeneken, és ezért nyilván pénz sem nagyon lesz benne. A középhaladó szintet meg nem is annyira gondolom validnak, mert most több kérdés is, hogy azt hogy határozod meg, van-e annyi csapat, van-e értelme egyáltalán a középhaladó szintet indítani. Nyilván a profi szint egyelőre az egyetlen, amit érdemes felülről irányítottan szervezni, mert az talán az, amire van olyan nézői érdeklődés, amire nyilván, amiben pénzt lehet fektetni. Tehát azt tudom mondani, hogy az ilyen nagyon durván szintekre osztott e-sport versenyhez még nagyon kevés a tömegbázis, és nagyon kevés a pénz. Tehát amikor lesz 35 olyan csapat, aki biztos, hogy együtt tud maradni, és tök mindegy, hogy milyen eredményt érnek el, akkor sem fogják feladni, akkor lehet, hogy érdemes lesz majd pénzt is belerakni, hiszen lehet, hogy a harmadik ligás versenyeket is fogják nézni, mint ahogy futballban, de jelenleg ez még abszolút nincsen így. Uh-huh. Oké, és jó. Na, hát teljesen lejárt az időnk, úgyhogy én tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy még egyszer, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy tudtunk beszélgetni. Én is köszönöm a lehetőséget. Én igazából további sok sikert kívánok neked, mind a csapatod, mind a Healthy Gamer vonalon, illetve nyilván a Hunesben betöltött tevékenységed kapcsán is. Köszönöm szépen. Meglátjuk, hogy fél év múlva hova jutunk, esetleg akkor megint beszélgethetünk egyet, és akkor már esetleg meg tudjuk vitatni azt, hogy sikerült az MNEB második fele is, akár Siege-be, akár LOL-ba. Okay. Reméljük jól, igen. Jó. Köszönöm szépen. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, és további szép napot. Neked is, hello. Szia. Nos, srácok. Hát szerintem egy szuper kis beszélgetés volt. Én úgy gondolom, hogy még aránylag jól is működhet ez a vendégelőadó szisztéma. Igaz, ez egy laboros óra lenne, de azért így akár a különleges helyzetre tekintettel is, meg úgy egyébként is szerintem egy jól működő valami lehet. Hát meglátjuk, hogy a jövőben hogy lesz. Én szeretnék még ilyen vendégelőadókat. Para... nem egyszerű. Szeretnék még, hogy legyenek ilyen vendégelőadók, aztán majd meglátjuk, hogy sikerül. Oké, és na, hát én akkor tőletek is elköszönök, mert tényleg vége az órának. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy ti is ilyen szép számban itt voltatok az órán, és hogy figyelemmel kísértétek. Nyilván ez a beszélgetés átkerül majd YouTube-ra, ott is mehetnek kommentbe majd a hozzászólások, a javaslatok, a kérdések, akár még vitatkozni is lehet egy-egy témában egészen nyugodtan. Szóval mára ennyi. Nyilván az e-sport órát jövő héten folytatjuk, most már majd tényleg a programozás blokkot elkezdjük. Én a napokban ezzel kapcsolatban küldök majd e-maileket, és majd megvitatjuk, hogy mik azok a feladatok, amiket lehet csinálni. Jó? Láttam, hogy stream közben jött a támogatás, nagyon szépen köszönöm, nem akartam így menet közben megszakítani a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm tényleg Parának, Márbolynak a sok-sok támogatást, tényleg szuper, nagyon szépen köszönöm. Jó? Hát, hogy jövő héten Warzone lesz, azt nem tudom, majd megbeszéljük, ugye ez szerdán valószínűleg lesz, de akkor nem e-sport óra van. Meglátjuk, hogy mit csinálunk majd hétfőn. Jó? Oké. Na, akkor még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és kérdeztetek, és figyeltetek. Szép napot nektek, sziasztok!